Nagy szeretettel üdvözlöm Önöket, Bank Tamás vagyok, a játékszín igazgató, és itt áll mellettem Árpás László, a sonkamester. Nem véletlenül állunk így ketten, mert május 4-én egy nagy tervünk van. Mi lesz a tervünk? Hát ugye találkozik a színház és a gasztronómia egyeken, mármint a játékszín és a sonkamester, és bemutatjuk ott ugye a legszebb dolgokat, amit itt láthatnátok, vagy láttok a színházba, és megkóstolhatjátok azokat a sonkákat, ami tulajdonképpen így nincs a köztudatban benne, de ha kijöttök és megpróbáljátok, akkor valószínű, hogy keményen ott lesz. Én azt gondolom, hogy mi a játékszínnel megpróbáljuk a kultúrát odavinni egyekre, nem azért, mintha nem lenne, csak egy kis plusz szeretnénk adni, koncertekkel, menopauz előadással este, és természetesen az, hogy én azt gondolom, az egyik legfontosabb dolog, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozni fog, ilyen talán még nem volt egyeken, ezt tesszük ezt a sonkamesternél, a Lacinál, és a játékszín meg oda fog menni, több színpaddal leszünk jelen, és több koncert, beszélgetés sorozat lesz szinte egész nap, úgyhogy nagy szeretettel várjuk közösen. Mindenkit várunk. Május 4-én, egyeken, majál is, gyertek!